Sensation. Szevasztok srácok, én Jan vagyok, mellettem BB. Sziasztok. Ez pedig itt a fülelő. Nem húzzuk sokáig az időt, annyi, de annyi videónk van, hogy igen, már kettőben nem fért. Úgyhogy az van, hogy így halmozzuk, és majd minden jön. Egyszer. Igen. De mindent megsasolunk, amit küldtök, nyugi. Igen. Ennyit csak, szeretnénk csak kérni. Be kell baszni őket a random generátorba és hetesével csoportosítani, mert a 8 már nem fér ki címbe a YouTube-ra, így mert van. Csak 100 karaktert lehet, és ilyen hosszú banda nevekkel, mint Ancorless Buddies, meg Eagle Has Landed, meg ilyenek. Igen. Miért nem lehet mindenki moraj? A kiesből sok kiférne. Így van. Sok kies klipet tudná megnézni egy adásban. Na, nem baj. Meg Técsíti, szóval. Azt nem. Na, jó. Szóval az a lényeg. Meg DFV-t. Ja, nem. Na. Ne aggódj, egy hétes jön a lemez. Mi? A DFV. Gyerekek, lesz kibeszélő, ne aggódj. Berakom a fejem a hűtőbe, geci. Tényleg berakja. Itt egy sör. Na? Ez még az én sörök volt múltkorról, vajon? Látod, megérte bemenni a hűtőbe. Ez a két sör még az enyém, ez a két soprani? Lehet. Akkor megiszom az egyiket. Ennyi. Úgyse vezetek ma már. Ha még emlegethetsz, még emlegethetsz ilyen zenekarokat, megiszom a másikat is. Jó. Még a Leandert említsd, aztán akkor már rámegyek a Metaxerre is arra, abba a depresszió. Elnézést kívánok, de hát... Ugye? Amikor az embert kihívják challenge-re, akkor azt... Nyisd már ki! De baszd meg, nem tudom, hallod, összezavarsz! Ilyen szarságaiddal! Hagyd már abba! Bocsánat. Depresszió, meg DFV, meg tankcsapda, baszd meg. Ilyenekkel traktál! És akkor ne legyek ideges! Ne. Fő a nyugalom. Szabi is megmondta. Hány fokon? Hanyasra raktad a gázt, bazd meg? Az összesre. Helyes. Forjad is el a gecibe! Na! Agyvizem! Induljunk neki, mert a Vimi azt mondta, hogy a király halott, az kurva király. Igen. Úgyhogy hallgassuk. Én megmondom akkor... őszintén, tudod mennyit hallottam a király halottból? Mikor jöttünk el a Barba Negra mellett, le volt húzva az ablak, és álltunk a pirosnál, akkor hallottam belőle 13 másodpercet. Tehát ennyit tudok a király halottból, fogalmam nincs. Tehát annyiból én nem tudtam megállapítani. Azért hoztam el az új klippet, hogy nézzük meg. Nézzük. A, mit mondtál, mi volt? Termek vagyok. Termek vagyok. Termék, bocsánat. Na. Tehát akkor ez most egy termékbemutató lesz? Jaj, kezdődik. Ilyen szép fehér hátteretek honnan van? Így van. Kicsi hangot tesz ő rá, nem? Tesz ő, hát ne nyilván sem szokott lenni eddig. Akkor nem tudom, ez miért ilyen halk. De nincs lehalkítva izé? Nincs. Akkor nem tudom. Tele? Stratok az. Nem ez, de a másik. A másik az lehet. Nem ez. Ez Stratok, azt látom. Aztán. Aha, az az. Értem már, miért mondta a Vimi, hogy AVS nyomdokain. Igen, tehát nekem is az jutott eszembe először, csak ugye itt nincs dedikált érdekes. Ja. Nem dedikált.
Viszont vannak nem kisebb dallamok, tehát kíváncsi vagyok, hogy gitározással együtt megy-e. Hát de ne agit, az énekes, ő izé, a négy hangot. Ő nyomja izéken. Miket? Hát a fikcsiket, meg a dallamot. Látom? Pont azért. Akkor nem értelek. Hát, hogy a dallamos ének megy-e élőbe a gitárral együtt? Ja. Mert hogy dallamok, csak ez, hogy basznak... Nem igazi a pénz, ugye? De... Na, beakadt az előbb oda a... Jó, megijedtem, basznak... Igen, ott van a dobon. Igen, jó, megijedtem, hogy mert nagyon egy szögből úgy nézett ki, hogy tudod, az a pénzesős effekt. Aha. Hogy nincs, ja látom ott, oké, így már oké, de mondom, majdnem mondtam, hogy azért nem áll. Tehát hogyha izé lett volna az effekt. Azaz. Igen, középrész. De azért az igényesség nagyon jó, megnyugodtam. Tényleg ez ének is úgy. Nem annyira AVS van a Viami, mint a Down for Whatever, de... Ja. Na így kell valamit visszalassítani. Nekem ilyen Walsh Slips vibe jön egyébként így a tempóból, a dallamgitárokból. Az énekből nem, de amúgy... Amúgy igen, van az. Benne, határozottan van benne egy kis VSS, igen. És mivel azt meg kurvára szeretjük, ezért én nekem ez oké. Okay. Csak ugye itt nincs durvulat éneklés. Így van. Hát aja, annyiba talán jó. Különbözik az AVS-től is. Na, figyelj! Jó kis csapat. Most mennek a Roaddal ugye országjárni, tehát valószínűleg meg is ismerik őket sokan, akik eddig nem. Menjetek, srácok, nyomjátok, jó ez. Szerintem. Tehát igényes magyar modern metal. Kész. Uh-huh. Ja. Én nem hallom még benne azt, amitől ez valamivel sokkal több lesz, de korrekt, decens munka. Tehát oké. Okay. Okay. Megvan bennük az, hogy itthon egy irányzat és szintérnek a vezető bandái váljanak. Közé lépjenek, inkább így mondanám. Úgy értem, hogy a vezető, igen, tehát a vezető bandák közé tartozzanak, átfogalmazom is, mert azt én sem érzem, hogy önmagukban ők akkor most mint az AVS vagy zászlót visznek, igen, az elején. Igen. És akkor erre gyertek utána, mutatom az utat, ezt én sem érzem bennük, de... Több mint korrekt a zenekar. Uh-huh. Így van. Egy dal alapján, aztán egyszer talán eljutunk egy bulira. Meg egy lemezig. Meg egy lemezre, ja, igen. Ja. Na, és most jön az a zenekar, amelyik ilyen 2012-3 táján egy katartikus élménnyel ajándékozott meg engem a Roxy-ba. Nekem, mondom, az Encore lesz Buddies itthon, egy top 5 koncertér lesz. Encore lesz. Az? Dehogy is, Encore lesz persze, de így viccesebb. Egyszer mondok valamit jól, direkt... Nem véletlenül, hanem direkt mondok valamit egyszer jól, és kiavítasz rosszra, hallod? Sörözdöm kell megint. Kész, ez az adás erről szól. Én ez. Basztatlak, te iszol. Ez. Egyébként igen, katartikus élmény, top 5 koncert, igen. Ennyi a lényeg igazából. Hol láttad tehát, őket? Roxy-ban. És hol rajtuk 10 ember. Ja, hát figyelj, hát A jó zenét már akkor sem szerették sokan, tehát... Igen. Ez az a korszak volt, amikor a Tatabányán a Depeche Mode Club ilyen 300-400 fővel üzemelt, Kadárra meg lejöttek 70-en. Ja, meg a Basztára ugyancsak teltház nyomtál, mutatom a fakkotot, abból kétharmadház volt rajongó, egyharmadház meg a rajongók szülei.
akik a hátulról karzatról nézték rémülten, egymásba kapaszkodva, Lajos, tényleg ilyen gyereket csináltunk? Igen, ilyet szűté, bazd meg. Ilyen fejjel nézték a gyereket, aki az esetben mutatom a fankot. Igen. Erre jó, volt már hát... akkor is igény, Encore lesz Buddies-ra, meg hasonlóan igényes zenekarokra, például, mint Éjfény. Tizen voltak. Úgyhogy... Figyelj, de úgy lemezzel jönnek. Voltam én olyan koncerton egyébként a Roxy-ba, ahol Firkin Aurora volt a párosítás, a Firkinen voltak 300-on, Auroren 12-en, tehát most az érted kinek hogy. De az Aurora volt a főzenekar, nem? Dupla bulis, ja, dupla főzenekaros buli volt, tehát nem izé volt. De az Aurora játszott később. Azért mondom, tehát elvileg ők voltak a főzenekar, gondolom. Hát a fasz tudja. Vagy a fasz menjünk, tudja. Encore lesz Buddies. A lényeg az, hogy Encore lesz Buddies, otthon feed Bokis Balázs Szatellasz. Így van, és ugye mindjárt jön az Encore lesz Buddies lemez, már lehet, hogy kinn is van, mire ez a videó kinn van, úgyhogy... Rámászunk majd. Rá, mint a szar. Rámászunk majd, mint részeg Józsi bácsi a pultos nőre. Így, így. A részeg Józsi bácsiról jut eszembe, iszom egy kis... Tudod, mi a fura a nagymamán? A nagypapa. Így, így. Na, ne menjen! Na, horgonytalan testek otthonra lelnek. Igen. És kurva jó a vizuál. Igen. Ezt már láttuk ugye előzőleg, tehát... Én nem. Akkor én láttam. Ja, és az még azért volt, amikor az Encore lesz angolul mondta. Így, így. Emlékszem. Egy egyes lemez tája. Meg is vette valami az ikot. Tehát az valami... Magyarul már túl téveszmés, szerintem. Bárki, aki ilyen zenét játszik magyarul, az téveszmés. Pont. Tehát ezzel tudsz mit csinálni. Pont ez a gond. A gyorsulás, mi? Akartam pont mondani, hogy ez nem annyira tempó, meg ritmusváltós, meg kapkodózza, nem a téveszne, de... Megelőztek a srácok. Igen. Nagyon folytották a szavat. Szöveg. Pont azt akartam, hogy nem megy a szöveget, nem értem. Talán megbocsátod, és most leszünk vissza. Ja, kurvára város a lemez. Igen. Lélekhozó eső lesz a címe, így van. Uh-huh. Király. Oké, nagyon jó. Várjuk, hogy rámenjünk, igen. Igen. Bár most az a baj, megmondom őszintén, hogy az elmúlt hetekben és az elkövetkezendő hetekben annyi, de annyi magyar lemez is jön, ha nem vala, csak a külföldiek. Valahol csak beleszuszakoljuk majd. Persze, egyértelműen beleszuszakoljuk, csak mocsok sok. Tehát gyerekek, tényleg...
Nagyon sok. De az encore lesz Buddy's király, kész, pont. Emlékezetes dallamokat hiányoltam. Hát, ja, a gitár egyébként, ez nem volt rossz, de ja, igen. De most, ami nekem eszembe jutott egyből, az egy rejtett alkönyvtár például, tehát egy olyan dal, olyan dal, érted mire gondolok, a meg ott is, mint, érted, jó volt ez a dallam, csak valahogy nem... Értelek. Persze, értelek. Hát majd meglátjuk, hogy hogy helyezkedik ez, el a lemezőn. Ezzel leszek kíváncsi, igen, nyilván úgy fogja megadni azt, ami, ja, ami igazán benne van, de... Várod. Várom, igen. Ja, ennyi, igen, kész. Na mi van még? Nem látok el oda. Ó, de! Tudom. A sas leszed. Tudom, én már nagyon félek. Akkor aludjatok egyet, Neil. Igen. Ugyebár, mert kint szürkék vannak, meg zöld űrlények, nem menjetek ki. Dob City van odakint. Na. Megmerjük. Meg. Muszáj, nem lesz. Biztos. Nem biztos, hogy megmerjük, fú, de... Fú, voltunk Igil Heslandiden. Oda rakjuk. Nagyon erős. Oda rakjuk, nagyon erős. Én vettem pólót. Én meg sapkát. Meg sapkát vettél, igen. Tehát, hogy kurva jó zenészek. Nagyon tehetséges zenével. Csak nekem ez baromi sok volt élőben. De az, nagyon-nagyon de sok. Még neked is, te is mondtad, Jézusom. Én majdnem bírtam végig. És majdnem bírtam végig. Én megmondom őszintén, kimenekültem. Tehát én nem bírtam teljesen. Mondjuk azt azért hozzátenném, hogy a merchpulton jobban szólt amúgy, mint bentről. Tehát azt csak így zárójelben. Akkor már tényleg nyissuk meg a sztorit, amit lehet, hogy nem veséztük ki a barangolóban, hogy amikor én először bementem a koncertterembe, és az első zenekar, a Komodó elkezdte a műsorát, az volt az első, ami eszembe jutott, hogy de geci halk ez. És a helyiek mondták, hogy nem egyébként, csak nem tudom, én szoktam a Roxyhoz. Ott minden üvölt, mind a, igen, kurva élet. Igen. Én szoktam csak meg a Roxyt, hogy ott itt tudtunk igazából beszélgetni viszonylag a erőfeszítés nélkül. Nem volt azért egy park szindróma, vagy mi, a Negrában? Igen, az, vagy park. A parkban nem volt egy park szindróma, de azért tudtunk beszélgetni nagyon megerőltetés nélkül. A Roxyba nem tudunk. Ja, oda hajolunk egymás füléhez, és annyit olyan közelről mondjuk, hogy ha ennél közelebbről mondanánk, belenyalnánk egymás fülébe, és nem értünk semmit. Igen. Ez van a Roxyba. Tehát nem mondom, hogy nem volt jó, meg nem mondom, hogy nem esett jól, hogy artikuláltan, de zúzdán szólt minden. Mert nem feltétlenül akkor jó a rockzene, hogyha hangos, meg a metal. Nem feltétlenül akkor jó. Ezt mond a Manovarnak. Szarok én a Manovar... Basz meg. Jó, megint basz meg. Szarabb zenekarok. Na. De amúgy igen, tehát ja. Na de, ezt a klipet elvileg az analógos bulin vették föl, tehát koncertklipre kell számítani, valószínűleg ott jobban is szólt a cucc, úgyhogy el is mennék egy olyan sasbulira, ahol mindent szépen kihallani, és mit tudom én. Ugyanúgy egyébként egy moraj bulira is, mert ott is aztán mindent hallottam, csak azt nem, amit kéne. Na, de... Remélem vittek saját hangmérnököt. Ja, igen, az analógba kell, mert aki ott van, a Kurtács, ugye... Drága Kurtács. Na, baszassuk! Direkt nem mondtam semmit, meg nem nevesítettem, csak vigyettek oda a hangmérnököt, sajátot. Igen, mindenki jobban jár. Ja, tehát hogy a szélégető Ricsi dobmennel beszélget, az Igor Heslandid meg Dob City-be kirándul. De szép. Vajon a dobhártyánk a helyén fog-e maradni? Ledobom a horgony, bazni. Ledobom? Ledobom a horgony. Milyen kis visszafogott kezdés. Iszonyat jó a dobos srác egyébként. Mindenki iszonyat jó ebben a zenekarban szerintem. És tényleg folyamat megy a két éneggel. Befosott. Ez, hogy...
visszafogott kis alap, nem? Meg nincs annyira sok gitár. Aha. Az furállom. Kurva jó szellős. Nagyon igen. Tetszetős. Pont azért talán a hatás se írja el annyira feltétlenül. Nem? Nem tudom. De. Ez csak F volt. Az volt? Nem tudom, valami olyasmi. A BL az... Lehet harapni. Na figyelj, most. Nem. Most visszalassul? Fáraók a piramisokban ébredjetek! De gyönyörű! Ugye, ezt nem is kell megérteni, ezt el kell fogadni. Próbálkozom vele. És a vissza gyors. Egyik Big Screamer nyomja, a másik meg ezért Screamerre. Igen. Patika. Goltai Roberttel. Én nekem ez baromira tetszik, hogy ezért volt dallamgitár egyrészt, másrészt az a szellős rész, az nagyon jó. Ott igen. Az elején, az kurva jó, gyerekek. Hú. Igen. Tudom, hogy kell a zsázs is bele. Tudom, hogy kell, de nekem az a szellős, az nagyon, az a grúvos cumó, az szellős, nagyon jó. De továbbra is az van, hogy nagyon jó az Eagle-hez landing, csak kurva sok. Igen, igen. Ennyi. Igen, igen. De ettől függetlenül szeretés van, tehát az egyértelmű. Így van. Na menjünk tovább, van nekünk egy tök új bandánk. Last Chancery. Last Chancery. Mit jelent ez a Chancery? Hát a chance az ugye izé. Azt köszönöm, igen, ezt alapszinten nem vagyok. De Chancery így nem tudom. Decaying Identity. Oké. Okay. Legyen. Szóval ez fog fogalmam nincs, hogy mi lesz ebből, de mert baj. Még nem ismerjük a srácokat, de most megismerjük őket. Majd így nyomjuk, gyerünk. A.G. Wells-től. H.G. Wells-től van. Van rasta benne, oké. Okay. Van Scream is, oké. Okay. Meg Roma az erdő közepén. Milyen Roma? Milyen Roma van az erdőben? Rom. Csak ja. Rom. És nem CD. Majdnem ütemre volt a vágás. Meg van tempó is, jó. Hát ez ilyen metalcore, nem? Hogy ez mi ez? Szerintem az. Hát
Megint azt hallom benne, hogy milyen jó lesz ez a második, harmadik EP tájára. Igen. Mert a potenciál benne van, csak még... Én pont azt akartam mondani, a verze jó volt. Meg a break is tök oké. Okay. Bár daráljuk a nullát, de nem baj. Igen, verze. Most önmagát keresi az énekes kolléga, vagy? Nem tudom. Ha már a kiírás alapján, meg a cím alapján. Yes, megvan. Kis költségvetésűnek tűnik, de igényesnek a klip. Abszolút. Tehát nem csak a kiállunk és zenélünk, ezt tudom szeretni egyébként. Igen, igen. Hogy így... Signal it film. Oké. És azt kell mondjam, hogy a klip a zene fölött volt. Egyértelmű. Minőségben. Egyértelmű. Én ezt a... Fura ilyet mondani, de... A tisztás próbálkozást én... Sokkal lejjebb van, mint a hörgés. Hagynám még érni ezt a részt. Igen. Zeneileg nem nagyon lehet belekötni. Nem. Sok break, meg jó kis metalkor pont. Ja, a klip az király volt. Uh-huh. Úgyhogy srácok, előre a kikövezett úton, várjuk a következőt. Beza. Mink van még? Medrobotsunk van, Tentacles. Medrobots. Azt már annyiszor mondták, hogy hallgassuk meg, most meghallgatjuk. Te tudod őket? A Room of the Medrobotsból lettek Medrobots, nem? Azt hiszem. De én is csak ilyen perifériáról vágom, tehát fogalmam én is, sincs, hogy én mi is, lesz belőle. Én is úgy, hogy lényegében ez az első találkozás. Égő vagy, nem égő, az meg de. Hát mindenkit mi se ismerhetünk, bassza meg. Most már ismerni fogjuk, nézzük. Nézzük akkor. Tentáklis. Tentáklis. Tentákles. De szépen fordít. Ki? A dobos. Ez a póló a dobos kollégám PlayStation periféri? Ha jól láttam. Az kemény. Aha. Igen. Az király. Thank you.
Ez elég jó. És értem a periferis pólót. Igen. És a fejek. Aha. A grimaszok. Főleg a húrosoknál. Igen. Főleg a bőgősnél, basszal. Igen. Nagyon benne van. Nagyon. De hát így kell, basszal. Hát persze. Ott volt a tentakle. Láttam. Remélem, te is számolsz. Élvesztettem, ahogy... Nálam a 7-7-6 volt legközelebb, de az se volt jó, tehát nem tudom, miben voltunk. Ó, és micsoda effektek, baszki! Az nem rossz. Az nem lehetett egyszerű megcsinálni egyébként. Azt nem hiszem. Az igen. Az kurva jó a Mad Robots, bazd meg. Na, mi maradtunk ki eddig, látod? Ja. Oké, gyerekek, a Mad Robotsra rá kell menni. Köszönjük szépen igen. Az élményt. Hú, ja, de, nem is, most azt hiszem lesz a 7-8-at fesztivál, ezért páratlan zenét játszok fesztiválja, nem tudom mi, és ugye a tulpájék is játszanak, meg azt hiszem a Mad Robotsék is, most már kurvára értem. Ja. Mert mehetnénk a Rurálon is egyébként, hát több olyan dalunk, amiben van páratlan már lassan, mint amiben nincs. Mi is játszunk hétbe popzenét, mégse járunk ilyen helyekre. Na, menjünk tovább. Járhatnánk. Menjünk tovább. Moraj. Drága morajos cimbikék. Efemedria. Efemerida, bocsánat. Így van. Én se látok meg, látod? Rám ragasztod itt a vakságot. A farkas vakságot. Igen. Ragadós. Érted, nem farkas. De várjál, ez már vizes lesz. Mert 23-ra ígérik a srácok tavaszra a második lemezt, aminek Waters lesz a címe. Vizes farkas. Vizes vízi farkas. Igen. Na nézzük, moraj! Efemerida. És tényleg víz. Figyeled? Ó, ez a kérész? Kis kérész. Felúszta vagy. De szép cica vagy, Sanyi, a kurva anyám. Fúj, de sár. Imádom azt a beszólást, annyira jó. Ugye nem lirik videó, hogy ez van elmondva angolul. Az mondjuk kemény lenne. Ilyen biológiai tankönyv jelent az, hogy annyira merít. Fújjon. Ja, ez a ciános történet? Ó, oh, köszönöm szépen.
Ők nem tudtak el hova menekülni, bazdmeg. Igen. Gyógyítja önmagát, című történet. Igen. Csak azt gondolom, hogy annyi pudrás faszokból van, aki szurkáljának sepszi, hogy nem tudja mindenhol. Igen. Igen. De itt a szöveget? Nem. Azt hittem. Elnézést, nem akartam nem, spoilerezni. Nem, semmi, csak hogy... Jó, nyomod. Ez a végén érdekes volt. Ó! Kirázott a hideg. Ez jó! Köszönhet a közreműködésük a kérészek. Ja, igen. Oké. Én ezt megvettem. Ez bassz. Ez így mondani valóval, képi világgal, mindennel együtt. Igen. Ez a farkas kalandot eléggé zárójelbe teszi, úgyhogy srácok, ez igen. Akartam pont mondani, hogy kérem vigyázzanak, a hármas vágányon a szintugrás közeledik. Igen. Ne lépjenek a moraj elé, mert nagy morajjal fog érni. Jaj, de jaj. Jó, ez szerintem is szar volt, bocs. A szintugrás közeledik, így jó volt. Igen, addig nagyon jó volt. Úgyhogy srácok, oké, várjuk a lemezt. És ott van fönn egyébként a farkas kaland, nagyon jó, csak ez most még jobb. Úgyhogy király. Na és hát a végére. Pásztorok örvendezve. Keljünk fel, igen. Arról van szó, én nagyon régóta fáj a fogam már erre, hogy megnézzük, meghallgassuk, ugyanis a Pásztor Pista ismertebb nevén Alvin, szóló projekt. Tudod, mi lenne a keményebb? Az Annát beveszél, és akkor két pásztor. Pásztor gyöngye. Anna. De gyönyörű. Hát, István meg az Anna. Értem. Gyönyörű kettő. Az lett volna még keményebb. Az már tényleg pásztorok lett volna. Igen. Na, de itt a pásztornak a debüt címe, a bék... Mi? Debüt címe, mi? December. December béke. December béke. Jó. Na, mindegy, nem ez a lényeg. Bukjunk rá, meg kurva kíváncsi vagyok, hogy... Nem számítok valami nagy eltérésre, teszem azt ilyen Dark Ambient-re, vagy ilyesmire. Nem, biztos, hogy élőzene, én is élőzenére, de szerintem biztos, hogy lesz eltérés. Tehát szerintem ez nem punk. Na, kíváncsi leszek most már én is. Mi a fasz van? Nem tudom. Jó lesz. Persze könnyű lesz, mert felkészültünk egy apró. Ez még bármi lehet.
Igen. Most véget ért, mégis hiányzik, még nem jó a más. Talán lenyugszik lelkem, talán megért, hogy miért nem érdemelt. Pedig mindent úgy csinált, ahogy a józan szerint kell. Azóta bócskák lettek testét fűtő rongyai, megkopott ólom csizmájában húzzák gondjai. Talán lenyugszik lelkem, talán megért, de még ki nem hevert. Csak bennem lüktet és húzna hozzá. Szörnyű milyen sejt, de majd úgy szerep, senki ne is tudja, és soha el nem felejt. Az angyalt, aki mindig magasba emelt. Béke, egyszer béke lesz, a szívemben talán. Csak még háborog, mert félt, mert nem tudja, hogy merre. Nem tudok. Ezért zseniális az Alvin. Ennyit tudok hozzátenni. Ez... De... Nem, srácok, ennyi. Ez itt ennyi. Igen, iratkozzál, sziasztok. Így van. Magyarországnak is van már kínje. Nem kínja, kínje. Vájcsapöltől. Így van. Yeah.
nagymama, a nagypapának igaza volt, hogy ne menjek a striptease bárba, mert olyasmit látok, amit nem lenne szabad. Miért kisunokám mit látta? A nagypapi! Igen, igen. Klasszik. Bár még el se tűntél, de tudta, hogy rólad már van, bár elmosódott pixel, egy rejtett a könyvtárban!